Sok szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket, ma én vagyok, Nemzetközi Jósnő és Médium. Ismételten meghívtam vendégként Rena Jósnőt. Szerbusz, köszönöm. Sok szeretettel köszöntelek, Rena. Ja. Nagyon érdekes témát hoztam, és ez megint külön kérésre jött a téma. Azt kérték a nézők, hogy veled beszélgessek egy olyan témáról, ami a következőt érinti. Érett nők, fiatal férfiak. Hogy értsi, miről van szó, mire kíváncsiak. Itt a nézők, nagyon sok, úgy mondom, nagyon sok, tehát jó pár 40-50-55 éves hölgy keresett meg azzal a témával, hogy vajon miért van az, hogy ezek a fiatal férfiak nagyon vonzódnak az idősebb korosztályhoz, és miért van az, hogy mégsem marad ez a fiatal korosztály mellettük? Tehát megvan egy bizalmi zóna, de valahogy mégsem maradnak ott a fiatalok az érettebb nők mellett. Jó párnak sikerül párkapcsolatot kialakítani, együtt is vannak, 16 év korkülönbség most jelenleg az, amit én látok, hogy már 10 év együtt van a hölgy meg a fiatal ember, a rekordom az a 23 év, tehát az mármint a nő javára, mert a nő annyival idősebb a férfitól. Viszont nagyon sokan azt mondják, hogy beszéljünk erről a témáról, hogy mi lehet itt a probléma, mi az, ami öröm, mi az, ami szomorúság ebbe a dologba. Segítsünk a nézőknek. Uh-huh. Te mit látsz a saját ügyfélkörödből, a saját praxisodból adódóan, és akkor én is mondom utána a többi dolgot. Bizony én nálam is előfordul olyan, hogy a hölgy jóval idősebb, mint a férfi, illetve ugye próbálja visszaszerezni, mert a férfi már próbál elfordulni tőle, mást keres, fiatalabbat keres. Hát én azt gondolom, hogy először is a férfiak oldaláról nézzük. Ugye egy fiatal férfi a fiatal nőknél, lányoknál ugye megkapja azt, hogy csinos, fiatal, minden a helyén van, viszont csak egy kirakat. Se főzni, se takarítani, semmit nem csinál. Nem is tud nagyon hozzászólni témákhoz, mert hát ugye ő csak saját magával foglalkozik, és hát egy férfi ugye, mint minden férfi igényli azt, hogy foglalkozzanak vele, hogy mindent a feneke alá tegyenek, ahogy anyu is tette, tehát valamennyire egy ilyen anyakomplexus van ezekben a férfiakban, megszokták ugye a mama hotelt otthon, hogy minden meg van csinálva, takarítva, főzve, mosva rájuk, és gyakorlatilag ehhez társítják a szerelmet. De itt az a fő probléma szerintem, hogy amikor már kezd elfordulni, lehet ezt csinálni 10-20 évig, de amikor abba gondoljunk bele, hogy amikor egy férfi 25 év körül bejön egy ilyen kapcsolatba, 20 év múlva már valószínű azért váltani fog, és elkezd igencsak nézegetni a fiatalabb nők után. Ez mindig így van. Tehát ez, én azt gondolom, hogy azért ne felejtsük el, hogy a 15-20 év korkülönbség egy férfi és egy nő között, pláne a nő javára, azért ott már igencsak megereszkedik a bőr, meg mit tudom én, tehát egy kicsit azért már nem annyira lelkes a nő sem, illetve az már ugye majdnem, hogy a nagymama korba lép. És utána a férfi azért még mindig fiatal, még mindig ereje teljében van, és akkor viszont elkezd keresgélni a saját korosztályába, illetve egy kicsit fiatalabb korosztályba. Mert addigra már kiélte azt az anya utáni vágyat, illetve azt, amit nem kapott meg a fiataloktól, és esetleg maga mellé vesz egy fiatalabbat, amit ő megtanít arra, hogy ugyanhogy kell egy nőnek viselkedni, akár ugye a háztartásba, akár a mindennapi életbe, tehát hogy szépen megtanítja arra, hogy házias legyen, tudjon főzni, mert addigra már inkább ő venni át azt az irányító szerepet. Igen. Látom én is ügyfélkörből, hogy ez a 28-32 éves korosztály a fiatal embereknél, nagyon sokan jöttek el azzal, hogy Nadine, itt vagyok, erőmtejében vagyok, bármilyen 20-25 éves nőt megkaphatnék, és mégis ő ez a 40-45 éves korosztályhoz, vagy netán 50 éves korosztályhoz vonzódik. És nagyon sokszor fölmerül bennem, hogy vajon az édesanyját keresi benne, vagy tényleg meg tudnak mozdítani érzelmeket ezek az idősebb hölgyek, tehát ezek az érett hölgyek. És az igazság, hogy meg tudják mozdítani ezeknek a fiatal fiúknak a szívüket, és pont azért, mert csak ezt, amit mondtál, hogy kapnak egy tányér ételt,
nem csak az van, hogy a műköröm, a műcici, a kirakatba kiteszem magamat, és jól nézek ki, de otthon, mikor kell valamit csinálni, akkor elnézek, és egy fadarab vagyok, mert se főzni, sem mosni, se takarítani, semmit nem tudok. Ráadásul elnézést, hogy tényleg ezt mondom, tehát van egy olyan kategória, akik buták, hogy semmilyen intelligencia szintjük nincsen, egyet tudnak a butaságról beszélgetni, meg egymást életét helyre rakosgatni úgy, hogy nekik nincs is életük. És a harmadik, ami a legfontosabb, a szexualitás. Azért, mert valaki nagyon jól néz ki, és ezt csak az ügyfelek után tudom elmondani, hogy a kedves nézőknek, azért, mert valaki jól néz ki, nem azt jelenti, hogy aktív is az ágyban. Hát ez így van. Tehát ez nagyon nagy probléma itt, és valószínű, hogy ennél a korosztálynál, ezen az idősebb korosztálynál azért, hogy a nők már tapasztaltak. Másképp nőtek fel, főleg ugye az 50-55 éves korosztály, még van tisztesség, van becsület, van odafigyelés, van törődés, és ezt szeretik a fiatal férfiak, mikor viszont visszafordul az idő, mert azért az 55 éves nő lesz 60-65 éves. Azért én úgy gondolom, hogy nem kell leírni őket, mert nagyon nem. Sokan vannak olyanok, abszolút. Hogy skatujából vannak kihúzva, és jobban néznek ki, mint egy 25-30 éves hölgy. Ez így van. Mert nagyon sokan elengedik magukat, már fiatalon, és nem foglalkoznak magukkal. Nagyon sok pedáns hölgyet látok. És ott a fiatal férfinak, azért akárhogy van a fiatal hús, esztétikailag még mindig jobban néz ki. Ha marad is a párkapcsolatban, mert nekem van olyan jó pár ügyfelem, akik tényleg ilyen 10-15 év korkülönbséggel vannak együtt, hogy ha marad is benne, alkalmanként van mellékvágánya a fiatal embernek. Biztos, hogy van. És tehát, ezt sajnos el kell fogadni, tehát ahogy a múltkori adásban beszéltünk hűség-hűtlenségről, az a helyzet, hogy sajnos ez már ezzel jár. Tehát ezt el kell fogadni, pláne egy idősebb hölgynek, vagy egy idősebb férfinak. A fiatalabb biztos, hogy ki fogja próbálni a másikat, és biztos, hogy el fog menni. Lehet 10-15 évig hűséges, de egy idő után biztos, hogy lesz egy mellékvágány. Minimum egy. Biztos. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a nők oldaláról nézve ez milyen, hiszen egy nő, mikor, ha volt már gyermeke és kirepült a fészekből, ugye a babusgatásra vágyik, arra vágyik, hogy egyedül marad, nem törődik, nem tud már úgy törődni a gyermekével, unoka még nincsen, és helyette bejön a fiatalabb fiú, akit tud ugyanúgy babusgatni, és gyakorlatilag ő is felállítja ezt az anya-fiú viszonyt, csak egy szerelmi körítéssel. Tehát ezt sem szabad elfelejteni, nem is olyan rég volt pont nálam egy ilyen hölgy, 40, nem is tudom hány éves lehetett, és egy diszkóba 20 éves fiúkra ment rá. Atyaisten! Tehát én is így néztem, hogy mégis mit ad neki. Hát olyan aranyos, olyan finom a bőre, és a fiú is anyának hívja, ő kisfiamnak, vagy kicsimnek, tehát a női oldal is egy kicsit el van ferdülve, hiszen ők, neki van két nagy lánya, tehát 16 éves, és nem tudom hány éves a másik lánya, gyakorlatilag már félig, az egyik ki is repült a fészekből, a másik félig meddig még otthon van, de meg is mondta Kerekperec az anyukájának, az édesanyjának, aki hozzám jár, hogy nagyon kellemetlen. Tehát azért ne felejtsük el, hogy a gyerekünk hogy fog utána ránk nézni. Nekem, tudod, én úgy gondolom, hogy itt van valami pszichés oka is az egésznek, biztos. Bár ebben nem fog belemenni, mert ugye most itt nem a pszichológia oldalát akarom majd most megfogni ennek a dolognak, de az, hogy egy 42 éves nő ennyire fiatal pasit válasz magának, tehát ott már biztos, hogy van valami kattanási szint, nem ítélkezek, de biztos, hogy valami kezelést igényel az illető, viszont hogyha csak mondok egy példát, mert az én férjem is fiatalabb tőlem pár évvel, de az a pár év, én úgy gondolom, hogy belefér. Az nem ugyanaz. De nem ugyanaz, igen, mint az, hogy ugye hogy ez a 10-15 évvel ennyire visszamegy, úgymond, lehet, hogy a fiatalsága hiányzik ennek a lánynak, nem bírt akkor abban az időben megélni a fiatalságot, még ezt se tartom kizárnak, hogy ezért lehet egy pszichológiai oka. Viszont annyi, hogy mi van a férfiakkal? Mi van, hogyha egy férfi ugyanezt csinálja egy nővel? A nők mire vágynak? A társadalom szerint az teljesen normális, elfogadott, ugye, mert nekik mindent lehet, de ugyanakkor ez természetesen nem így van. Tehát azért a férfiak sokszor szerintem egy ilyen,
hát nem akarok csúnya szóval élni, megkeseredett, ellaposodott házasságból kilépve, pláne ha pénze van a férfinak, nyilván a villogást, a csillogást keresi, azt, hogy egy dekoratív nő legyen mellette, ami igazából szerintem egyáltalán nem szép dolog, hiszen volt egy felesége, akivel ugye fiatalon megismerkedtek, az a nő szült neki 2-3 gyereket, vagy lehet, hogy 4-et, nyilván már nem olyan a teste, valószínű a háztartás meg az egyéb dolgok miatt nem is nagyon tudott rá figyelni, nem ez volt a legfontosabb, és ugye a férfiak megszedik magukat, és akkor tovább állnak, hogy egy dekoratív nőre lecseréljék ezt a nőt, aki ugye az életét adta oda, és gyakorlatilag rááldozta mindennapjait a családra, és ezzel megköszönik a férfiak, tehát ez azért nagyon kedves dolog. Ugye máshol azt mondják, hogy mennyire jó fej, szerintem annyira azért nem, mert azért szerintem ez nem így működik. De én nem tudod, hogy erre mit mondok, hogy én most már egyre többet látom az, hogy a karma az kiegyenlítődik. Abszolút. Tudod, hogy miért? Mert nagyon sok ilyen élethelyzetem van, eljön a fiatal lány, elmondja, hogy fú, a pasi, a kicsoda, micsoda, ott hagyta a családját, stb. Egyet felejt el, hogy amikor a férfi kilép ebből a kapcsolatból, és egy fiatalabb lányt hoz be magának, tehát vegyünk egy általános élethelyzetet, ott vannak 45 évesen, ahogy a párok, megvannak a gyerekek, tegyük föl felnőtt, egy-kettő kirepült, egy-kettő otthon maradt, a férfi kilép a házasságból, mert a nő az már nem ilyen, nem olyan, nem olyan, a nő akkor hirtelen megcsúszik, egyet felejtenek el a férfiak, hogy a nők nagyon szívósak. Tehát ők az a, nem is tudom, hogy szokták mondani, ez a túlélő osztag vagyunk mi, én úgy gondolom, hogy akkor lehet, hogy nagyon lekerül a föld alá, a pokol mélyére, de mikor a nő visszajön, akkor aztán tud erőt adni, és ezeknek a nőknek egy remek párkapcsolat jön be az életükbe. Ugye a férjükkel ellentétben lehet, hogy siratja a férjét, hogy ilyen volt, amolyan volt, de amikor bejön az új párkapcsolat, azzal együtt tudnak maradni, és az öregségükre együtt élik le az öreg idejüket. Viszont a férfi beült egy fiatal nővel, ami rendszeres, 20-25-30 éves, csak azt elfelejti a férfi, hogy ő lesz 55-60 éves, és ez a fiatal nő meg azt fogja mondani, hogy viszont látás van, neki köszönjük szépen, elég volt ebből a 15-20 évből, és mivel, hogy ő most lett 35-40 éves, mi történik? Beült egy korabeli úriemberrel, akár van gyerek, akár nincs gyerek, és mit csinál a férfi, egyedül marad, és általában a legtöbb férfi nem hiába van egyedül, és hiába kapkod, elfelejti, hogy a múltját már nem tudja élni, mert eltelt az idő, tegyük föl, elfogyott a pénz is, némelyiknél, mert valamelyiknél elfogy, de ha megmarad a pénz, akkor már csak a úgymond a másik korosztály arra fog rámenni, hogy na mennyi pénze van neki. Tehát az egyetlen egy baj van, hogy a férfiak elfelejtik az, ha már csinál valamit, vagy akár egy nő is, hogy valami valamiért. Tehát az anyagi oldal, én szerintem a mai világban, ami nekem nagyon nem tetszik, nagyon, de nagyon előtérbe van tolva. Se a nő oldaláról, se a férfi oldaláról nem biztos, hogy tiszta szándékkal, tiszta szerelemmel tudnak jönni ezek a párkapcsolatok. Tehát valami érdek ott biztos, van a háttérben. Biztos, hogy van, és ugye itt ilyenkor jön az, hogy késő bánat, mert ugye szépen kezd visszaoldalagni a volt asszonyhoz. Igen. Hát, ha visszaveszi, mert ugye akkor a szerelem volt, és ő rájött, hogy ő mennyire Igen. szereti ennyi idő után. Igen. De sajnos ugye van, amikor elmegy a vonat, de hál' Istennek én azt szoktam mondani, hogy az égiek mindent látnak, és kiegyenlítik a dolgokat. Tehát Igen. Tényleg bármit csinál az ember, előbb-utóbb visszakapja, az biztos. Volt nem olyan rég egyébként egy másik ilyen ügyfelem, ahol pont ugyanez volt a helyzet. Két gyerek, elváltak, nagy vagyon, és szépen a nő összeállt az egyik gyerekkel, és szépen kirakták az apukát a cégből. És most megy ugye a balhé, meg az osztozkodás a vagyonon, de nem tudom, hogy ugye természetesen nevek nélkül, meg minden nélkül, de az az igazság, hogy azért a nők nagyon bosszúállóak. Nagyon. Tehát azért óvatosan kéne várni Igen, a Igen. dolgokkal, mert azért lehet, hogy egy nő 30 évig befogta a száját, és az volt, amit az apuka akart, és az volt, amit a férj szeretett volna, illetve nevelte a gyerekeket, de amikor kinyitja a száját, akkor utána azért már érdemesebb szerintem kicsit háttérbe húzódni és megegyezni, mert nagyon-nagyon bosszúállóak tudnak lenni a nők. Igen, olyan érdekes, hogy rengeteg eset fölül most a fejembe. Van egy nagyon kedves kis ügyfelem, 60 éves a nő,
60 év körül van a nő, inkább így mondom, és lehúzott 30 évet egy házasságban egy narcisztikus pasival, ami csak az volt, amit a férfi mondott, mindennek úgy kellett történni. Ez a szerencsétlen kis nő egész életet így élte le, így nevelte fel a gyermekét, neki soha egy szava nem lehetett, és kiderül, hogy a nő elkezdett inni, és hát már ugye már nem bírta a lelki gyötrődést, és a férfi ezt megunta, és kirakta az életéből. És mondta is, hogy semmi baj, mert a nőnek pont ez kellett, mert akkor esett le neki, hogy oppá, itt neki most munkát kell keríteni, stb. Viszont nem úgy rakta ki az életéből, hogy válással, hanem utána a nő benyújtotta a válási papírokat, tehát ő nyújtotta be, és ott hagyta a férfit. Nagyon érdekes, hogy az, aki narcisztikus pasi volt, az maradt, viszont a nőnek olyan ereje lett ebből adódóan, tehát, mint ugye mondta, hogy azt érezte, alatt megedződött. Megedződött, hogy annyira kijött belőle a bosszú vágy, hogy most fog bosszút állni az egész életéért, és sajnos ő is szegényként most benne van abban, hogy fiatal pasikkal kezd egytől egyig, mert vissza akarja pótolni ezt a 30-40-50 éves korosztályát, amit ő ugye nem tudott megélni, és ráadásul a férje meg is alászta nagyon sokszor, hogy ő van ebbe a csapdába benne, és mind a mellett ez a bosszú vágy nagyon keményen üzeme. Férfinek nem tetszik, hogy hoppá, ez a nő ez akar, tehát mindent el akar tőle venni, nem mindent, megmondta fele-fele arányba, mert én általam lettél az, aki lettél, amit teljesen hát, jogos. Jogos is, így van. Igen, teljesen jogos. Hát ez nagyon érdekes élethelyzetek vannak, van egy másik élethelyzet, ami nagyon, hogy nagyon sok fiatal lány befúrja magát egy pár kapcsolatba, ahol család van, gyermek van, stb. Nagyon sokan azt gondolják, én úgy gondolom, hogy megpróbálják elvenni a család fenntartót a családtól. Csak egyet felejt el, hogy ezek nem biztos, hogy ott maradnak majd mellette, mert valószínűleg vissza fog menni a családjához, mert... Vagy továbbáll. Vagy továbbáll. Következőhöz. Azért egyet ne felejtsünk el, ha mi így szerzünk meg valakit, az ugyanúgy fog itt hagyni minket is. Igen. Tehát ez mindig így van. Igen. Mert, mint mondtam, azért az igiek kiegyenlítik a dolgokat, tehát azért ez nem marad semmi büntetlenül, és lehet, hogy nem így, de másik oldalról viszont egy olyan dolgot veszítünk el, vagy egy olyan csapást kapunk, ami nekünk fájdalmasabb, mert ugye mindig azt kapjuk, ami nekünk a legrosszabb. Van, aki a pénzét veszíti el, van, aki a társát veszíti el, ne adj Isten, a munkájával kapcsolatban történik valami. Tehát valamilyen úton, módon kiegyenlítik ezt az égiek, és én azt tudom mondani tényleg, hogyha valaki otthagy egy két gyerekkel egy anyát, vagy három gyerekkel, a következő kapcsolatban is lesz gyerek, ugyanúgy ott is ott fogja hagyni. Igen. Tehát nagyon ritka az, amikor onnantól kezdve ők életük végéig együtt vannak, az valószínű akkor egy karmikus kapcsolat, hogy tényleg a két lélek egymásra talált, és együtt tudnak maradni. De a legtöbb esetben, amiket én látok, a férfi mindig továbbáll, vagy a nő. Vagy a nő, így van, így van. Kicsit kanyarodjunk vissza az életnő témához. Mit javasolnál azoknak a hölgyeknek, akik belemennek egy ilyen párkapcsolatba, és általában ezek a hölgyek mindig szerelmesek lesznek. Mert valahogy a szerelem az nem tudják feltenni arra a szintre azt a párkapcsolatot, hogy megéljék, hogy csak a boldogságot, hogy ezek általában szerelmesek lesznek, ami természetes dolog is. Mit javasolnál ezeknek a hölgyeknek, hogy mire figyeljenek, hogy egy érett nő egy fiatalabb pasival kezd? Hát először is próbálja meg visszafogni a lovakat, én azt szoktam mondani, hogy azért ne adjunk ki mindent, tehát ne telepedjen rá, mert azzal megfojtja a férfit, és attól is menekülnek, mert azért a férfiak ugye nem szeretik, hogyha megfojtják őket, de ráadásul egyet azért tudatosítsanak magukba, hogy ez egy fiatalabb férfi. Tehát lehet, hogy 5-10 évet gyönyörűen el fognak tölteni, de egy idő után biztos, hogy ki fog kacsintani a férfi, és ezt el kell fogadni.
vagy pedig annyi időre kell kalibrálni azt a kapcsolatot. Nem mondom, hogy nincs olyan eset, hogy életük végéig együtt maradnak, mert nyilván van pont, amit az előbb is mondtam, hogy a karmikus, illetve a két lélek egymásra talán nem tudják elengedni egymást, gyönyörűen tudnak együtt élni, de azért az esetek többségében nem erről van szó. Itt ugye egy anya-fia kapcsolatot próbál kialakítani egy nő, de ugye ha a saját gyerekei már kirepültek, ez a gyermek is ki fog repülni. Így van. Tehát azért el kell tudni engedni, vagy el kell tudni fogadni. Tehát én azt mondom, hogy próbálják meg nem annyira vehemensen védeni, vagy rátelepedni arra a férfira. És nem annyira kiadni magukat érzelmileg, mert sajnos sírás lesz a vége. Hát meg azért azt ne felejtsük el, tehát ezek a fiatal férfiak nagyon, tehát aranyosak, intelligensek, nagyon jól tudják. Igen, cukipofák, nagyon jól tudják kezelni a nőket. Valószínű, hogy tudják, már eljutottak arra a szintre, azért a 28-35 év kor között, hogy tudják, hogy mit kell mondani egy nőnek, hogy elérjék a saját céljaikat. Itt nem csak ugye a szexualitást beleértve, hanem itt akár az anyagi javakat is beleértve. Hát így van. Mert ugye gondoskodni róla, tehát ugyanúgy ott van az, hogy pénzeli, megvesz neki mindent lehetőségeihez képest, mert hát ugye itt ugyanúgy működik, mint a fiatal lány, idősebb férfi. Tehát, hogyha egy nő vezető beosztásban van, vagy esetleg olyan vagyon maradt rá, akkor ő ugyanúgy támogatja ezt a fiatalabb férfit. Tehát nem szabad elfelejteni, hogy itt azért benne lehet az is a pakliban, hogy nem feltétlenül csak a szerelem mozgatja ezt a fiúkát. Igen. Hát ezt mindannyian tudjuk, hogy nagyon sokszor itt az anyagi javak is körül játszanak erre. Mind a mellett, hogy nagyon sokszor látom azt, hogy a fiatal férfinak is megvan az egzisztenciája, csinálja a saját dolgát, és a hölgynek is megvan. Valószínű, hogy ott tényleg egy ilyen vonzódás van, de a fiatal férfi 90%-a biztos, hogy tovább fog állni. Biztos vagyok benne, hogy tovább fog állni, mert akárhány esetet néztem így már a praxisunk során, illetve vendégkörből adódóan, rengetegnél ez volt a probléma. Itt egyetlen egy, hogy itt azt gondolják az idősebb nők, hogy ez a fiú ez ott marad, nem fog ott maradni. Sokszor van az, hogy új családot alapít a férfi, mert erre is volt nekem példám, hogy elhagyta az idősebb nőt, mindig visszajárt hozzá, de egy családot alapított a külvilág számára valószínű, mert ez egy biztos, hogy a külvilág számára volt, meg volt a feleség, meg volt a gyermek, és mindig visszajárt a hölgyhöz, illetve az asszonyhoz, mert a nő az már 60 fölött van, ez a fiatal srác, ez most ilyen velem egy idős, lehet ilyen 40-42 körül, lehet, hogy idősebb is egy picivel, de egy jó 20 év korkülönbség van a két ember között, és az a igazság, hogy azt, amit én így hallok még ebből az esetből, hogy a fiatal srácnak kell az a biztonság, és az, már nem kívánja ezt a nőt úgy, alkalmanként, de a lelki társa az viszont ott van, a bizalmi zónája ott van, számíthat rá minden, csak a nőnek ugye a szerelem kell. Tehát ezt most teljesen mindegy, hogy fiatal férfi nézi, vagy ez az érett korosztály nézi ezt a műsort, én azt gondolom, hogy a fiúknak azért le kell tisztázni, tiszta lapokkal játszani, hogy amikor már kihűlnek ezek az érzések, azért tudassuk a nővel, hogy rendben van, tehát ne ringassuk, ne hintáztassuk ezeket az embereket, mert mindenki egy lélekrendszer, tehát ahogy szoktam mondani, mindenkinek egy gerince van, mindenkinek kezelába ugyanott van, tehát ez nem bőrfüggvénye, ez nem magasságfüggvénye, hanem ez az alkat, hát ugye gerincünk van. Fontos, hogy tisztán beszéljen a hölgy is, meg tisztán beszéljen a férfi is ezekről a dolgokról. Viszont Renám, nagyon eltelt a műsoridőnk, ez 25 perc. Nagyon hamar eltelt. Igen. Úgyis jönnek a nézők, és ők hoznak témát nekünk, akár levél útján kérik ezeket, ugye én szoktam mazsolázni mindig. Én úgy gondolom, hogy ezekre a témákra vissza fogunk mindig térni, ezek a párkapcsolati dolgokra. Örök téma. Igen. Örök, új dolgok merülnek föl, nagyon érdekes szituációk merülnek föl, nyitott házasságokra már rákérdeztek, mit lehet egy házasságban, mit nem. Mi számít megcsalásnak? Ez egy nagyon jó kérdés. Csak azért mondom itt a témákat, igen, hogy valószínű, hogy megint vissza foglak hívni egy következő alkalommal, és hogy ezt tudjuk egy kicsit pörgetni, mert
kinek mi a nézőpontja, hogyha vállalod, és akkor nyíltan beszélünk rendben, erről. Köszönöm szépen. Jó? Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak. Legközelebb is nézzenek minket. Mindenkinek minden jót kívánok, jó éjszakát. Nadine voltam.